Örömmel üdvözlöm körünkben Herceg Józsefet, aki most már visszatérő vendég itt a könyvtárban, múzeumunkban. Ez a második könyv, amit majd itt bemutatnak, és Vesztróczi tanár urat már nagyon sokan ismerik, az Ajkaiak nyilvánvaló. Ő fog beszélgetni, ahogyan az előző könyvnél is, most is ő fogja majd vallatni Herceg Józsefet. Én átadom a szót. Köszönjük szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki erre a mai könyvbemutatóra megjelent. Engedjük meg, hogy köszöntsem körünkbe Hatvári Hugó urat, az egyik elítéltet, akkor halálra ítéltet, közül a négy halálra ítélt. Négy halálra ítélt közül kettőnek megkegyelmeztek, ő volt az egyik. És engedjék meg, hogy köszöntsem dr. Herman Istvánnak, a pápai könyvtár vezetőjét is, aki megköszönte a mai könyvbemutatónkat. Megélt eseményeket leírja, akkor ugye olyan címet el tudok képzelni, zsaru voltam, rendőr voltam, de ez az, hogy a sorsot hozzáteszi, ennek van az érzésem, hogy van egy kis fekete pont is a végén, de majd arról ő beszél majd a végén, hogy ez miért így alakult. A 60-as, 70-es évek körülményeit írja le, hogy mi volt egy rendőrkapitányságon akkor. Szeneszkályha, udvari WC, és itt tovább. Aztán nagyon érdekes volt, hogy egyik ilyen nyomozásnál nem volt a fényképezőgéphez vaku, mert még Veszprémből a javítást nem küldték meg, a javított vakut. Jó ember, Veszprémben lakott egy kis községben, bányász ember volt, három szakaját dolgozni, és azért úgy kezdődött az egész, hogy pénzükében volt, és egyik este feltörte a helyi boltot, és elvitt 800 forintot, ami pont kellett neki. És utána nem bukott le, rendőrök estek, mindenki, csak őt nem. És hát kedvet kapva járta utána motorkerékpárra a falvakat, és tört be italboltokba, vegyesboltba, és öt altenbeli bűncselekményt tehet el, ez elég sokáig megúszta. És a végén úgy bukott le, hogy a Bakony-Gyepesi művelési házat feltörte, és a televíziót vett el motorkerékpárjával a lakására, és hát rendőr ment az a éjszaka, megadott a gyanúsult, felírt a motor rendszámot, és mások már kaptott a kezére a bilincs. Tehát így bukott le, két év után. Ezután a legelső ügy, amivel dolgoztam. Hát egy kisebb ügy volt, tehát sok betörés volt, de nem kiemelt nagy ügy, azok ki később jöttek a rablások, emberölések, meg hát zsarolások. Az, hát így kezdődött a pályafutásom 68-ban. Jó. Akkor áruld el nekünk, hogy a címlapon ezek az ábrák mit jelentenek? Hát abban az időben az volt, hogy ilyen fokozott, most már nincs ilyen, az megszűnt. Igen. Úgy kezdtem, mint fiatal nyomozó 67-ben. Az orvosok pedig egy alázzadés, így fejeztem be a pályafutásomat 97-ben. És megvan-e a alázzadési ruhád? Nincs meg. Hát nem akár, mit kezdtem volna? Hát most igazán az lett volna, a meglepetés, ha abba jöttél. De most az igazság az, hogy 30 évig voltam bűnügyes, rendőr, de egyenruha talán 10-szer volt rajtam, ilyen ünnepségétel vettem. Igen. Föl. Én civilben jártam, úgyhogy nem is szerettem az egyenruhát valahogy. Gyerekkoromban is, hát az úgy volt, hogy rendőr láttam, féltem, meg nem szerettem őket. Erre meg volt a okom is a falusi rendőr magatartása miatt. És hogy hogyan lettem rendőr, hát az nagyon furcsa. Egy nap alatt dőlt el. Hát egy papnak szántak ugye a szüleim, meg nagyszüleim. Mikor megtudták, hogy rendőr leszek, bőgtek. Apám nem áll szóba hetekig. És utána meg büszkék voltak, amikor látták, hogy hát sikeres voltam, meg hát azért vittem valaminek. Na most ezek valódi nevek,
meg lehetne nevezni őket, mert szerepel, hogy K. Jenő, K. György és így tovább. Hogyne. Mi a valóságos név? Udakit ki is írtam, hát várta, hogy esetleg lesz majd retorzió, lett is. Hát a Pintér Sándorral is foglalkozom mostanában, mint a szével. Jó. Volt rendőrfőnökömmel. Hát a nevek valósak. Észrevette, hogy nem áll a váltó. Elordította magát, hogy nem áll a váltó. Vészfékezés, de hát az nagyon kevés volt. És hát sajnos oda ment a negyedik vágányra, és összetört minden. Hát... A katonai szerelvénynek gőzmozdonya volt. Ott látszik éppen a gőzmozdony. Hát... Ott a harckocsi is a... Igen. A levéltárban megvannak ezek a fényképek, meg az áldozatok fényképei is. Úgyhogy... Hát ott éppen folyik a mentés. Hát 10 katona és egy vonatvezető vesztette életét. A katonai szerelvény vonatvezetője, nem a mozdonyvezetője, hanem a vonatvezetője vesztette életét. Az igazság az, hogy legleg furcsa volt, mert ugye a pápa az olyan, mint Emecse Lajka, hát egy valós kapitányság, és ezekkel a kapitányságból nem volt állambiztonsági kirendeltség, csak a főkapitányságból volt. És mi pápára kerültem, akkor csodálkoztam azon, hogy 3 személlyel működik egy kirendeltség, 3 állambiztonsági tisztel, nevüket is említettem, és nem tudtuk, hogy ők mit csinálnak. Volt egy külön irodájuk, oda a takarítónő sem mehetett be, hát csak ott voltak, és a területen városban dolgoztak, tettek, és legtöbbször a kocsmát látogatták, nagyon sok munkájuk nem volt. Hát a pártitkár szintén volt egy függetlenített pártitkár, más kapitánsokon nem volt ilyen függetlenített poszt, csak pápán. Csodálkoztunk is rajta, nagyon jó világa volt neki, mert dolgozni nem kellett újságot elolvastani előtt. Miután meg már boltokat járta a feleségével karonfogva, szóval az furcsa volt, hogy ilyen is van. Meg húztuk az igát, dolgoztunk ennél ilyen ügyekbe. Annyi volt, hogy egy országos csaló van, egy jó szituált emberke, Ádám Pista bácsi volt a tanácselnök, ő nála bejelentkezett, hogy a Magyar Televíziótól van, és szeretne forgatni a 7 műsorába. Ugye akkor még az a műsor egy komoly műsor volt. Híres műsor. És hát a Pista bácsi szólt a vezetőknek, hogy jöjjenek össze, mert lesz egy ilyen forgatás. Hát ők áthitték a tanácselnöknek, hogy valóban igazi tévés jött, és ez csaló volt. Hotelben megszállt, és volt egy nagy bankett is, hát az ő számlájára ott meghívott igazgatókat. Számlájára. Igen. És elpult az idő. Az én főnököm, hát aki ismerik, a Monika Arcsi bácsi, volt a kapitány, egyenruhában odaból jött a hotelhoz az öreget is, hogy lesz forgatás, aztán nem volt még kamera, semmi nem volt. Gyanúsra vágták, és akkor itt bukott le a csaló ember. Ezt úgy fogtuk el, és hát nekem kell nyomozni azt az ügyet is. Egy intelligens, jó szituált srác volt, de már 6 helyén különzték az országban, ja. Már hasonló cselekmények miatt. Ez hasonló, mint aki állatta, hogy neki pályaud van. Igen. És ráadásul, amikor mentem a kapitányhoz, hogy bekísérve a szobámba, meg volt bilincsérve, annyi mondta a főnökömnek, Karcsikám, ugye tegezve. A bilincset vetási a kezemben nagyon szólítja. A főnököm azt hát majdnem behúzott neki egyet, és akkor mondja, mi az, hogy hát megint a pertük nem. Azt mondja, a jó barát azt mondja, a bajból az, akkor is megismerje a másikat. És hát érdekes. És a Hufi Géza ezt kifigurázta abban az időben. Azt mondta, hogy a lófiát kell tenni a város címerébe, mert egy lóvát egy város. 1985, a Somlón hetente 3 pincét feltörnek. Nagyon érdekes, hogy munkaidő alatt történik. Ez úgy volt, hogy ugye ott máskor is volt betörés, de hetente 3 betörést követett el ismertet tettes, és az ment 5-6 emberi volt már, amikor lebukott az illető. Egy érdekes módon bukott le. Éjszaka, éjfélkor a Margit kápolnától nem messze,
a kollégáim így portyáztak, és hát a számos barátszázas kollégám lusta volt, Iszály Jakucsi volt, mert ő ismerte személyesen a személyt, aki átvette bűncsekményeket. Kiküldte az önkéntes rendőrt, hogy nézze meg, hogy a kerékpáros személy mit keres, vagy miért van itt éjfélkor a Somlóhegyen. Hát kiszállt a önkéntes rendőr, oda ment, hogy mit keres, azt mondta, jaj, nagyon nagy hasmenés rá, miért fogja meg a kerékpáromat, és akkor bement a szőlőbe és meglépett. Kerékpár volt, táska benne, betűvisi eszközök, meg amit három pincéből ellopott. Hát nekem nem, akkor bűnügyi osztályfő voltam, nekem nem merték egyel, találtam, hogy nagy baj van, meg a susmus, nem merték megmondani, hogy milyen bűnük van, de becsültek a vágyal azt, hogy olyan adagyűjtés folytattak, de Becsei Posta jött egy hölgy, felismerták kerékpárt, hogy azt végighordták itt a véres kardot valamikor az őseit, és a Molnád a Nyár István, ezt mondja, ő meg egy veszélyes bűnöző volt, Veszprémből került Debecserbe, és munkaügyébe ment el, mélyen jó volt a agrokémiánál, és éjszaka ment el betörni mindig munkahelyről, munkaidőből, hajnalra meg vissza is ért a munkahelyére, és mindig, hát sose ellenőrizték a rendőrök, mert olimpián volt a munka, ugye, most dolgozott. És így bukott le, hogy a kerékpárját felismerték Debecserbe a Posta előtt, és nagyon sok volt megvett a lakásán, rádió, szerszámok, meg amit kellett állít a helyszínekről. 56-et beli betűlés kötött el. Ugye előtte biztos tudjátok, hogy a aparát eltársat, a bátitkát akarták kinevezni együtt. Ki is nevezte a Horváth István beli miniszter, és akkor volt a feláboldás a városban, hát az akkor jelenzéki pártok, a SZDSZ, akkor a Kisgadapárt és az MDF összefogtak és nyílt levélben tiltakoztak, és a belügyi miniszter visszavonta a parancsát, úgyhogy akkor lettem kapitány a parancseltárs után. Hát 53 éves volt és betegként, senképpen nem sérték volna fel a sármányba, de kinevezték, ő nagy rendfogadta, nagyon jó pénzzel. Hát ugye akkor már ugye menekült mindenki a szemféből, és hát ő is akkor egy Jambi Csernő, hát ő tovább vitte szegény elvévi a utolsó életét. Igen, igen. Ez 93-ig ment. 93-ig. És arra kérlek, hogy azt a bizonyos dolgot, ami történt, ami a címbál kifejezik. Könnyebben is jól egyébként az történt, hogy erről beszélünk. A rendszerváltás után ugye a rendőrök akkor se kerestek jól, most se kerestek jól, sajnos. És lehetőséget adott az akkori időszak már a rendszerváltás után, hogy a rendőrök vállalhatnak másodállást. Olyat, ami hát a hivatásukkal nem ellentétes. És jöttek hozzám is emberek, és három emberek engedélyeztem az autómentést munkaidőn kívül. Olyan kikötéssel, hogy olykán egy autómentős volt, igény is volt arra, hogy legyen több ilyen autómentős személy, és akkor egy fizetet vettek a VIT-en, egyik hónapban a rendőrök, szóval időben másik hónapban pedig a civil ember. Nem is volt ez semmi probléma, de Budapesten megbukott egy csapat, de olyan módon buktak meg, hogy az rendőrök, az ügyeltes rendőrök, mindig telefonáltak az autómentősnek, hogy autó kiszállítsa a loncsot. Az jó pénz volt, és ebből kaptak 10%-ot. Hát ugye ez egy disznó dolg, ez egy visszaélés volt, de nálunk az nem így működött, és a Pintér Sándor akkor volt országos főkapitány, és országosan kiadta a parancsot, hogy rendőr ilyen munkát nem végezhet. Igen, de még beruháztak, komoly pénzeket vettek fel, hitelt, és hát jöttek hozzám panasszal. Én azt mondtam, hogy sajnos mert a Pintér Sándor így döntött, ők nem csinálhatják, de családtagok csinálhatják. Meg is egyeztünk, és hát tovább csinálták, és lebuktak, és hát pedig hát semmi közöm nem volt hozzá, és a Pintér Sándor megfélelhetett akkor, és bíróság elé került az ügyem. Hivatali visszaérés miatt elsőrendű vádlott voltam. Szabadlábon lévő ügyel az a... És eltelt, hát ugye nyilvánvaló felfüggesztett, három hónapig fel voltam függesztve, nem mertem meg munkájámra, és később bekötött a főkapitánsába, és hát a főkapitán titkárság vezetője lettem.
hát jó beosztás volt, jobb, mint az előző, de ez egy borzasztó igazságtalan döntés volt. És nem várták meg a bírósági döntést, a bíróság engem jogerőssel első fokon mindjárt felmentett, bűncselekmény hiányába, és kifejtette 17 oldalban, hogy amit én tettem, azt úgy kellett tennem, tehát nekem kellett abban intézkedni, és az úgy volt helyes. Én mentem a főkapitánhoz másnap reggel, hogy ez az ítélet van, azt mondja, ítélet jogerős, mert jogerős, igen, ügyésznő, és felnevezett. Annyira tiszta volt a dolog. Hát amikor a bíró azt mondja nekem, hogy Alhazárs úr nem vádlott, ülve is megtetti a valomását, akkor tudtam már, hogy itt az ugyanmi jog az ebben van. És főkapitánnak mondom, hogy akkor most helyezzek vissza az égi beosztásomba, és valami csomó anyagi átkövetelésem, nem volt úgy inkább sajtó helyetétel. Hát amikor az összes országos napilap lehozta az én név szerintem, nem ám H.I., nem Herceg József a felmentésemet, anyámat azt a temettem Soborsány temetőben. Szóval el kell kérdezni, hogy micsit mind mentek keresztül a napokban. És főkapitánnak mondom, hogy mi történt. Azt mondja, hogy ő Pintés Sándorral beszél, másnap elment a Pintés Sándorhoz Pesten. Pintés Sándor adott a véleménye, meg se részt az ítéletet, hogy ez a bírói ítélet nem megalapozott. Ezt merte ő egy Magyar Köztársaság Bíróság ítéletére mondani. De utána teltek múltak a hetek, és nem volt intézkedés, és munkahogyi bírósághoz fordultam. És akkor nagy nehezen hát lett intézkedés az ügyben, de nem az a megoldás, amit én szerettem volna, mert még a bíróság ítélet előtt a helyettesemet kineveztét, éppen tudtak leváltani, és hát így kénytelen voltam Veszprémbe, főkapitánságon tovább végezni a munkámat. Hát egy ilyen koncepciós per volt, ügyész, ismerősek is mind csodálkoztak itt Ajkán is, hogy hát hogy lehet, ez semmi bűncselekmény nincs, és hát fejedettek, és hát így meghúzoltak. Ja. No. Az atalanság vélelme megérvényesült, megvaradták volna, amíg a bíróság kimondja az ítéletet, jogás ítéletet, és akkor az, de hát nem várták meg. Ja. Na, hát összességében hát volt nyomozás 700 bűnügyben. Hát igen, körülbelül 700 ügyben, 30 év alatt annyiben fogadtam nyomozást. És 400 haláleset helyszínen is volt abban. Körülbelül. Életellenes cselekmény, baleset, öngyilkosság, minden volt abban. No, két kérdésem van még. Igen. Az egyik. Ennél is. Ja. Akkor még a toxis bogárról írok, ugye azt átértjük, az egy nagyon komoly dolog volt abban az időben, igen, rendszerváltás után. Szegény Antal József örökölt egy nagy adósságot és egy sok problémát, és hát nekik kellett ezt a végát legyelni nekik, akkori MDF-nek. Hát ezt végig hiszem, hogy a Gönc Árpád, a Rapi bátyák is, hogy így viszont hozzá, ő is. Hát igen, igen. Hát ez egy érdekes, benne voltunk itt, hogy igen. A Kolói Mafia akarta róla írni egy külön könyvet, mert az összes irat titkosítva van 85 évre, úgyhogy 100... Nem megvárjuk. 100, nem tudom, 128 éves edék, amire lejár a titkosítás, az nem tud megvárni sajnos, bárcsak sikerülne. De azért írok róla, amit tudtam összeszedni, a papa, meg a többi. Akkor a Pintés Sándorékról is írok, hogy lett milliárdos. Azt sokan mondták, ez elég bátorhúzás volt a mostani nagyminisztert. Így, hát igen, olyan kapcsolatai voltak, amikor ugye, őt a Kunce Gábor és a Pongyula felállították, itt országosi kapitányt 96-ban, akkor ő maga alatt volt, és hát a kik lakásában ki sem mozdult, ahogy ő mondta, 6-7 kívót fogyott, és a Fidesznek, az ott is úgy miatt rúgták ki a Kuncék, az ismert tény, és hát a Fidesz, amikor kormányok előtt felkarolták, és teletömték állni megrendeléssel a vagyonvédelmi cégét, a MOL-t, az OTP bankot, a Honvédség, az őrzővédő cégei révélek milliárdos, törvényes utal, tehát ezt írom is, nehogy bajon legyen belőle, de hát állami megrendelésekkel kitömve. És hát eddig még nem jött fél jelentés.
Hát igen, szóval sok idő miért tett el a könyvem, még én sem volt a pár hét, de bízom benne, hogy talán. Hát mi is emberekkel dolgoztunk az évek során, fiatalabbakkal. Néhánynak végigkísérjük a további sorsának az alakulását. Van, aki démokutató lett, aztán van, aki számítástechnikai céget alapított, és így tovább. Na most te ugyanezt megteszed-e? Van-e olyan információt, hogy a idézőjelben ügyfeleidnek hogyan alakult a sorsa? Hát igen, sokkal találkozok most is. Hát valójában sok olyan, most már felnőtt lassan öreg ember, de amikor még nyomoztam az ügyben, fiatalkorú, akkor hát tudjátok, mert itt a nagyon sok barátok, vagy itt köztetek, aki hát pedagógusok, akik hát ismeritek, az ügyeket ismeritek. Már mindig olyan 50 év körüli emberek, akik akkor fiatalkorúak voltak, és találkozunk az utcán sokszor, és nincs horog, mert én már úgy álltam mindig, hogy emberségben senki nem álltsak meg, és én humánoskodtam minden egyes ilyen személlyel, rablás, kötekteli, bármi más betörést, és hangnemben is úgy voltam mindig, kedvezéket megkapták, hogyha akart találkozni akivel, vagy valamit behoztak neki, vagy volt kérése. Nagyon soknak nem volt cigarettá, pénzese volt, és évettem neki cigarettát. Aztán már találkozunk, nincs sorok, tehát nem kell félnem, mert olyan megkerettem el. Én munkámat végeztem, betörőket, rablókat, ezeket el kellett fogni, el kellett velük járni, de emberséges voltam mindig mindegyikkel, úgyhogy soha 30 év volt egy, senkit nem fenyegettem, meg nem bántottam. Itt a Hugo bácsi, aki visszendégünk, egyik főszereplője, amit a Laci barátom már fel is vázolt, a balatonparti fiúkat, 10 éves fiúkat, iskolás gyerekeket, hat közül diatonalit értek, és ez az ügy lesz az egyik, ami szerepelni fog a tetemben. Mondjuk elég jól állok vele, hogy a 40-50 oldal már megvan, ugye a piszkonat. Lesz derekben meg fényképek is. A másik része pedig az lesz a Varga Gusztáv. Hát nem tudom, itt mennyire ismerik, vagy ismeritek ezt, a Csingeri bányamérnök. Sokan nem tudják, a 10-ből 9 ember nem tudja, hogy ki is volt ő. 57. március 14-én, ugye ez a megelőzési jelleggel üzembe vették, ugye ahogy azokban évek a szokás volt, lakásában rácipelték, és nem csak kapitányságon voltak fogvatartva ezek az emberek, és hát ott kegyelmű megverték. Jelvére ráléptek, csizmás lábbal, talpát elverték gumibottal, és hát nagyon megverték, és belehalt a sérüléseimmel, tehát nagyon verték tulajdonképpen. És ezt a szállatós is, főleg a főnagyot, meg még egy-két része katonát a Győri Katonai Bíróság elítélte 57. augusztusban, nagyon súlyos büntetést kaptak, hatalom szabadságvesztés, felfüggesztve 3 évre. Hát szóval szörnyű világ volt az, és ez az ügyet is Győrbe kereste a Katonai Bíróság levéltára, és a Herman István barátom segítségével aztán végül Budapestet találta meg a Történelmi Múzeumban, a levéltárban az iratokat, meg is kutattam, és hát ő lesz a második része a kötetnek majd. Első része a Hugo bácsinak a szomorú esete, gyarázós esete, a második része pedig a Varga Gusztávnak az esete. És hát itt nem tudom, hogy majd milyen lehetőségem lesz, itt már az István barátomat is kérem, hogy hívselő. És hogy volt, de mindig azért majd lehet támogatni. Azt szeretném elérni, hogyha lehetne, hogy ez a Varga Gusztávot posztumusz díszpolgárra, hogyha lehetne valamilyen formában előjöttetni, mert megérdemelni, hát ugye egy bártír, egy névtelen ártír egyelőre még, és hát azért is jók róla, hogy emberek megismerjék az ő szomorú sorsát.
három kiskutyáról, amikor átszá 32 éves volt, és három kiskutyáról volt, amikor átszipelték. Ajkára emelkedték, eltemették el Dózsa, a alsó temetőben. A családnak megtitották, hogy a temetésen sírjanak, tehát borzasztó idő volt az 57-ben. Tehát nem csak 52-53-ban, hanem még 57, meg utána is még voltak ilyen szomorú esetek, sajnos. Jó. Hát ezt eleket szeretnék feldolgozni, és decemberre szeretném, hogyha készülnék vele, és jó, hát ajánlom, hogy a filmünkbe filmetek be. So pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.